Hát úgy gondoltam, hogy elég az, amit elolvastam. Hát, szerintem, mint minden normális ember, fölháborodtam. Ez például egy lényeges dolog, mert a másik része az sokkal inkább egy olyan erkölcsi kategória, ami nem a büntetőjognak a kategóriája. Tehát azért nem volt világos teljesen, hogy mi történt, de nem vagyok már ott a politika első vonalában, tehát nekem itt nem kellett döntéseket hoznom. Szerintem ebbe a közösségbe, én legalábbis remélem, de úgy gondolom, hogy ezt a biztos vagyok benne, hogy majdnem mindenki így gondolja, remélem mindenki így gondolja, hogy ilyesmi nem fér bele, ez a közösség nem fogadhat el egy ilyen magatartást. Ez a legrosszabb helyzet, mikor én magyarázom, hogy mit gondolt a miniszterelnök, de az ő nevében nem nyilatkoznék. Szerintem ezek spekulációk. Hát, mert ilyen soha nem fordult még elő a világon, hogy voltak, akik úgy gondolták, hogy van egy olyan szempont, ami fölülír adott esetben erkölcsi szempontokat. Hogyha mi erkölcsi ítéletet akarunk mondani, már pedig szerintem szükséges egy ilyen helyzetben. De hát azt tudom mondani, hogy van bűn, ez nem kérdés, meg van vezeklés, meg van bűnbocsánat. Tehát, hogyha ő úgy gondolta, hogy most majd megmutatja, hogy mégis képes úgy élni, úgy viselkedni, úgy változtatni azon, ami ott történt, hogy jövök én ahhoz, hogy erről ítéletet mondjak. Latinul úgy mondják, hogy eufémizmus. Elfogadhatatlan, erkölcstelen, bűn, ennél többet nem tudok mondani. De én nem kampány szempontból nézem ezt a dolgot, én ezt egy picit olyan privilégiumnak tekintem, hogy ezt már megengedhetem magamnak azok után, hogy nagyon sokáig, nagyon intenzíven a politika első vonalában voltam, hanem egyel hátrébb lépek, és én szerintem nem is feltétlenül ez az ügy az, ami engem, vagy nem úgy, ahogyan ezt sokan, azért, hogy mondjam, képmutatóan gondolják ebből az ügyben, na hát, még ilyet soha nem láttunk, hanem sokkal inkább attól tartok, hogy vannak olyanok, és én ezt az ügyet így látom, akikben a hatalmi arrogancia annyira elhatalmasodott, hogy azt gondolják, hogy ez is belefér. És szerintem nagyon jó, hogy kimondtuk, hogy nem fér bele. Ez nem tekinthető a keresztény erkölcs részének. Az, hogy én mit látok, az más, mint hogy a Jóisten mit mond, azért ezzel óvatosnak kell lenni. Így én ezt a dolgot csak elítélni tudom, és azt tudom kívánni, mert hogy ha már a kereszténységről beszélünk, ez a szó még nem hangzott el, akár a keresztény szabadságról, akár a bűnről, a 10 parancsolat szerint, akkor ahhoz hozzátartozik a bűnbocsánat is, meg a megtérésnek, a változásnak a lehetőség, és én azt kívánom, hogy legyen ilyen változás az ő életébe is, meg azoknak a közösségeknek az életében, ahol ilyen dolgok történnek, és szerintem érdemes ezen dolgozni. Ha az én közösségem szempontjából nézem, mondjuk egy nemzeti polgári keresztény közösség szempontjából, akkor egy ilyet mernék mondani, hogy valahol az isteni pedagógiának is van szerepe, és az isteni pedagógia az lehet, hogy van egy olyan pont, amikor még idejében jól megráz bennünket, hogy ez így nem lesz jó. Nem engedhetünk meg magunknak egy olyan hatalmi arroganciát, amiben úgy gondoljuk, hogy ez is belefér, meg még az is, meg talán még ez is, és akkor hogy nézegetjük, hogy mi fér bele. Nem fér bele. De azt hiszem, hogy az a hamis biztonságérzet, hogy hát itt mi úgyis csak nyerni tudunk, annak vége van. Akkor mondom, hogy ezek relatív dolgok, de van egy abszolút erkölcsi mérce, és én azt szeretném, ezt nem állítgatnánk ahhoz képest, hogy mit tudunk átvinni, és mit nem, hogyha levertük, meg nem is alatta bújnánk át, hanem oda tennénk vissza, mert hogyha már itt a szóba került, vagy legalábbis a kiírásban láttam a 10 parancsolatot, a helyzet az, hogy a 10 parancsolatot azért nem írják újra hetente, naponta, 4 évente, csak azért, mert nem sikerül betartani. Nem akarok itt ilyen álszakértő lenni, mert ez nem az én területem. Nem vagyunk egy olyan ország, aki az egész világban az erkölcsi világrendet meg tudná szilárdítani, mert olyan nagy befolyása van, és egyébként olyan eszközök állnak a rendelkezésére. Életidegen, valóságidegen hozzáállás, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor itt van Magyarország Európa közepén, és majd én mindenkinek kiosztjuk a jó meg a rossz bizonyítványt. Óvom magamat attól, hogy én ilyeneken spekulálgatjak, hogy mi lesz majd, hogyha netán valaki azt mondja nekem, hogy nem akarsz-e püspök lenni. Majd ha ezt fogja mondani, akkor nem maga dönti el az ember, hogy ő mi szeretne lenni, hanem majd eldönti a közösség, és hál' Istennek ez a közösség bölcsen szokott dönteni. Ahogy nézem itt a püspököket, nagyon jó döntéseket szoktak hozni. Ez végszónak nekem teljes mértékben megfelel.